Előszó Mikszáth Kálmán 1847-1910 írásainak jellemzője az anekdotikus szerkesztésmód és a stilizált élőbeszéd. Az irodalmivá nemesített népnyelv gyökere az író gyermekkorában található, a halott dalokban és mesékben, abban a falusi környezetben, melyben a palóc földfiaként nevelkedett. Elbeszélni nem a regényírókról tanultam, hanem a magyar parasztól, vallott a mixát idősebb korában. Munkásságának talán legfontosabb állomása a Tóth atyafiak 1880 és a Jópalócok 1881 megjelenése. Az utóbbiról írta azt, ami mindkét kötetre érvényes, jó volt hozzám, sok örömöt szerzett. Olyan kis mesebeli könyv lett, aki megrázkódott, és mondta: Gyere, kedves gazdám, a hátamra, elviszlek ahova el akarsz jutni. Kétségtelen, a novellás kötetek hozták meg Mixátnak az olvasók szeretetét, a kritikusok dicséretét, és nem utolsó sorban a biztos megélhetést. A fiatal író előtte csupán az érvényesülés reményében dolgozott, s bár jelentek meg elbeszélései és több neves újság publicistája volt, igazi sikert nem ért el, nélkülözések, anyagi gondok sem kímélték. Ezek miatt erőszakolta ki a vállást feleségétől, nem akarta, hogy osztozzon vele asszonya a szegénységben, kilátástalanságban. Mi sem bizonyítja jobban Mikszát tisztességét, amikor a tót atyafiak és a jó palócok nagy sikere után országosan ismert író, irodalmi társaságok tagja lett, ráadásul jól fizető szerkesztői álláshoz jutott Pesten, újból elvette feleségül az imádott nőt. Annyi kilátástalannak tetsző helyzet elmúltával élete és sorsa rendeződött. Az egyre népszerűbb író, akinek népszerűsége lassan jókaiéval vetekedett, politikusi szerepet is vállalt 1887-től haláláig kormánypárti képviselő. Munkásságának legértékesebb darabjai a novellák és az országgyűlési karcolatok mellett regényei, melyekben főleg a kisvárosi polgárról és a gentryről, a vármegyei urakról ad hiteles képet. Kritikája éles, de humorral és megbocsátással keveredik. Tisztán látott, mégis sokszor elnéző a tekintete. Ismerte a korabeli állapotokat, ám jól ismerte az emberi lelket is. Tudta, az ember esendő nem csak él, olykor vissza is él a lehetőségekkel. És melyik korban nincsenek bizonyos lehetőségek? Ebben a mixátos szemléletben utánozhatatlan stílusban formálta meg romantikus ízeket is hozó, kedélyes szigorúságú remekeit. Szent Péter esernyője, Beszterce ostroma, a gavallérok, új Zrínyiász, különös házasság, a noszti fiú esete Tóth Marival, a fekete város, csupán a jelentősebbeket említve. A tótatyafiak és a jópalócok novelláiban Mixát megtalálta egyéni hangját szemlélete ugyanakkor még alapvetően romantikus, ebből őriz meg mindig valamit későbbi realista alkotásaiban. Értékrendje változatlan maradt, a megítélés hőfoka és keménysége változott. Nem véletlenül mondta a jó palócok elbeszéléseiről, magamat látom egy könyvben, aminő voltam fiatal koromban, s aminő már sohasem leszek többé. Hiszen a két novellás kötetben az író ítélete még könyörtelen, nem ad fölmentést a megtévet vagy bűnös embernek, kiáll a tisztesség és a tisztaság mellett. A művek világa mixát gyermekkorát idézi föl egyszerű történetek, falusi alakokkal, háttérben a gyönyörű tájjal, a fenséges természettel. A paraszti közösség törvénye hasonlóan a természet törvényeihez nem tűrik a mellébeszélést, a körülmények legfőjebb magyarázatot adnak, nem igazolást. Kaiser László